Van-e a ganoterápiának valamilyen megoldása azoknak a pároknak, akik gyereket szeretnének, de nem nagyon akar összejönni? Igen, van. Emlékszem rá, hogy az én fiatal koromban még attól kellett tartani, hogy jaj, nehogy olyan terhesség legyen, amit nem akart senki. Úgy tudom, vagy úgy hallom, hogy egyre több olyan pár van manapság, ahol pont az ellenkezőjéről van szó, hogy nem nagyon sikerül teherbe esni. A világon már több száz, de én szerintem több ezer olyan baba is lehet, akik már a gonoterápiának köszönhetik azt, hogy ők megfogantak és sikeresen a világra jöttek. Ugyanis azt a folyamatot, amikor a gyerek megfogan, az anyamében kifejlődik és megszületik, és addig, amíg anyatejjel táplálkozik, ezt 3-9 hónapos időszakra lehetne osztani. Az első 9 hónap még a fogantatás előtt van, és itt nagyon fontos, hogy mind a leendő édesanya, mind a leendő édesapa szervezetében a tápanyagok tökéletesen elegendőek legyenek, tehát ne legyen tápanyaghiány semmiféle mikroelemből, meg semmiből. És ezért, hogyha mind a ketten elkezdenek bizonyos termékeket fogyasztani, én most ebben nem megyek bele, mert nagyon unalmas lesz a videó, nyilván csak azt érdekli, aki gyereket szeretne. Ha van ilyen, akkor írjatok rám, írjatok e-mailt, nagyon szívesen segítek, lediktálom, hogy milyen termékeket lenne érdemes fogyasztani. Szóval az első 9 hónapban felkészítik az édesanyja szervezetét arra, hogy majd az a pici baba megfogadjon. A következő 9 hónapban ugyancsak ezek a termékek segítenek abban a pici babának, aki akkor rakja össze a szervezetét, akkor építi fel, akkor fejlődik ki, hogy szintén minden építő kövecske meglegyen, ami ahhoz kell, hogy ő tökéletesen ki tudjon fejlődni. És aztán a születés után az a 9 hónap durván, amíg anyatejjel táplálkozik, megint nagyon fontos, hogy az anyatejen keresztül hozzájusson mindahhoz a tápanyaghoz, amire neki szüksége van. Úgyhogy igen, van rá megoldás, tudunk segíteni, rengeteg példa van rá, hogy ez működik. Úgyhogy ha érdekel, akkor keresd meg!